A házhozszállítás mellett az elvitelre is van lehetőség az éttermekben, azonban a helyben fogyasztást tiltják a korlátozó intézkedések. A Dunajvárosi Vendéglők üzemeltetői is a szabályokat betartva az előírásoknak megfelelően alakították át tevékenységüket. Tavaszi eseményekből tanultunk és időben felkészültünk a második hullámra. Házhozszállítással elvitelre saját webshopot készítettünk, és érintésmentes fizetési lehetőséget biztosítunk vendégeink számára. Darnai Tamás hozzátette, a vendégforgalmukat a hétköznapokban nem érintette a változás. Az emberek szeretik a ételeinket, szeretik a halászlét, megszokták azt a minőséget, amit hosszú évek alatt biztosítottunk, és ragaszkodnak hozzá. Horváth Attila, a Campus étterem vezetője a közelmúltban szintén kénytelen volt felfüggeszteni a helyben fogyasztás lehetőségét. Kiemelte, valamennyi munkahelyet sikerült megtartaniuk. Megtartottam mindenkit, és ezt azért is tudtam tenni, mert azok a rendelkezések, hogy nem kell járulékot fizetni, és a dolgozóimnak a bérének a felét megtéríti a kormány, azért ez bele tud ebbe segíteni. De természetesen ennek a mai rendelkezéseknek a hatása azért nem csak erre a 30 napra vonatkozna, az lenne a legjobb, hanem ez mehetne tovább, hiszen ennek a hatása azért jóval előre mutat. A Dunajvárosi Vendéglátó Egységek számára az évvégi időszak elsősorban a rendezvények miatt kifejezetten erős, ám előreláthatólag ezek megszervezésére nem lesz lehetőségük.